A keresztény értelmiségiek alig pár órával a kormányt kritizáló kiadványok megjelenése után már is visszakoztak és manipulációnak nevezték az idézett mondatokat. A kötet egyik kiadójának, a professzorok Batthyány körének elnöke Híradónknak úgy nyilatkozott, hogy nincs mitől félniük, hiszen a kormánytól függetlenül végzik munkájukat. Néhány napja személyesen Balogh Zoltán ajánlotta a jobboldali olvasók figyelmébe a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület és a professzorok Batthyány körének közös kiadványát, az Újra néven nevezük című kötetet. Ebben egyebek mellett olyan kritikák olvashatók, hogy az uniós pénzek egyesek számára úgy állnak rendelkezésre, mint a rómaiaknak a frissen hódított földek. Egy másik fejezetben azt írják, hogy kevés kiválasztott ember aránytalanul nagy mértékben részesedik a javakból. Az is olvasható a kötetben, hogy a közmédiában a mértéktelenség agresszív kampánya folyik. Egy következő bejegyzés szerint az ember, illetve a közösség gyengeségét jelzi, ha kifelé folyamatosan harcol. A kötet bemutatóján Balogh Zoltán világossá tette, hogy hol, mikor és kire vonatkoznak az intelmek. Mi azt mondjuk és azt gondoljuk, hogy itt most Magyarországon, a magyar világban és a magyar közéletben érvényesek ezek. A Fidesz alelnöke szinte azonnal reagált a kritikákra. Németh Szilárd ugyan megértette az aggodalmakat, de szerintem most inkább Soros György fiára kellene koncentrálni. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége nem sokkal ezután egy közleményt adott ki, amelyben azt írják, sokan félreértették a vitairatot, ugyanis az nem kormánykritika volt. Vagyis szerintük azok az értelmezések, amelyek kiragadva egy-egy állítást manipulálják az olvasókat, elfogadhatatlanok. A professzorok Batthyány körének elnöke szerint nem félelemből adták ki pontosító közleményüket. Nekünk nincs mitől félni, mert független emberek vagyunk. Én nyugdíjas vagyok, tehát amíg a nyugdíjaknak megvan az az értéke, azért nekem semmi problémám nem lesz. De azért az fontos, hogy amit mondunk, azt olyan súllyal, olyan felfogásban értelmezze a sajtó is, mint ahogy azt mi gondoltuk. A politikai elemző szerint semmi jelentősége sincs a dokumentumnak. Olyannyira Fidesz közeli szervezetektől van szó, hogy az ő bátorságuk is meglehetősen csekély a kritikák megfogalmazását ügybe. Szerintem a dokumentumnak, ha egyébként nem szólalnak meg a keresztény értelmiségek is relativizálják a saját kritikáikat, akkor sincsen különösebb relevanciája. Most, hogy megszólaltok, most aztán végképp. Kerestük a Keresztény Értelmiségiek Szövetségét is, ők azonban adásunkig nem válaszoltak kérdéseinkre.